Na rendben, ha szép lassan összegyűlünk, látom itt 32-33-an vagyunk. Kellene még érkezzen egy pár ember, de sorra ők még majd csatlakoznak. Az FPG áramkörökről a Silinx gyártó cég egy ilyen dióhéjnyi prezentációt adott a rendelkezésére minden olyan egyetemnek, aki benne van ebbe a Silinx University programba. Látjátok, hogy a prezentációnak a bal alsó sarkán ott van ez a pecsét alakú kis logó, a Silinx University program. Ennek része a Sapienza Egyetem is, és akkor ennek a, ez egy angol nyelvű prezentációnak a feldolgozását készítettem én el. Mindig, mikor FPG áramkörökről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy hány logikai kapuval ekivalens az FPGA áramkör. Most valójában az FPGA áramkörökben nem logikai kapuk vannak, hanem más építő elemek, és az volna ennek az előadásnak az egyik fő célja, hogy bemutassuk, hogy a Silinx FPGA-k felépítésében milyen alapvető építőelemeket használnak. Többféle építőelem létezik, amint majd látjátok, ezeket fogjuk szépen sorra venni. Most áttekintésként így előzetesen a következő fontos építőelemeket sorolhatjuk fel. A modern Silinx FPGA-k felépítésében az alapépítő elemek azok a logikai cellák. Logikai cellák, majd lesz egy ábra is a következő szlájdokon, hogy hogyan képzeljétek el. Ezek kombinációs logikai áramköröket tartalmaznak, és pedig a kombinációs logikai áramkörök közül a multiplexerek a legelterjedtebbek, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok multiplexer van bennük, és memória modulok. Beszéltünk már igaz a múlt órán a memória cellákról, az FPGA-k belső felépítésében SRAM, tehát statikus RAM memória cellák vannak, ilyen táblázatokba elhelyezve, attól függően, hogy milyen típusú FPGA-t használunk, attól függ a memória mérete. Most az ilyen logikai cellákból, az angol nevükön Logic Cell, szeleteket lehet alkotni, angolul slices, két logikai cellát, hogyha társítunk, akkor egy szeletet tudunk létrehozni, tehát egy szelet két logikai cellát foglal magába. És persze a két logikai cella összeköttetéséhez szükséges kombinációs logikai áramköröket, illetve vonalakat. A logikai celláknál igaz, azt mondtuk, hogy kombinációs logikai áramkörök vannak, illetve minden logikai cella tartalmaz tárolót is. A Silinx felépítésében D-típusú tárolók vannak. Tehát, hogyha valamilyen szekvenciális logikai áramkört szeretnénk megépíteni, az általában D-típusú tároló szintjén van az FPGA-ban megépítve. És természetesen igaz, a logikai cellákon belül levő D-típusú tárolók tudnak kommunikálni, vagy összeköttetésben vannak a mellette levő logikai cellákkal, hiszen a szeletek azért vannak kialakítva, hogy két logikai cellát összekössenek teljes mértékben. Na most már a szeleteket is lehet csoportosítani, és egymással kapcsolatba hozni, összekötni. Tipikusan négy szeletet, hogyha összefogunk, akkor az egy programozható logikai tömböt alkot. Configurable Logic Block, CLB. Tehát egy CLB négy szeletet tartalmaz, azaz 8 logikai cellát. És akkor ilyen CLB-ből konfigurálható vagy programozható logikai tömbből nagyon sok van egy FPGA áramkörben. Ezeket már
programozható összeköttetésekkel lehet összekapcsolni, tehát valójában a mi programjaink, VHDL moduljaink, vagy a mi kapcsolási rajzaink, amit szkematikban dolgozunk, azok nem csinálnak mást, mint amikor bit állományá vannak lefordítva, ezeket a programozható összeköttetéseket irányítják, hogy mi mivel legyen összekötve. Oké, és ezen kívül nagy vonalakban még egy típusú építőelem található meg az FPGA áramkörök felépítésében, és pedig len a ki- és bemeneti tömbök vagy blokkok, input-output blocks, IOB, input-output blocks. Ezeknek az a szerepe, hogy az FPGA chip és a külvilág között interfészt alkossanak, tehát ezeknek a segítségével tudjuk megmondani, hogy az FPGA-nak a belsejében megvalósított áramkör valamelyik portja, melyik FPGA lábra, portra kerüljön. Az UCF állomány valójában az, amelyik irányítja ezeket az IO blokkokat. Ez mondja meg, hogy melyik IO marker igaz a szkematikban, vagy melyik port, amikor VHDL modulként írjuk meg az áramkörünket, melyik FPGA lábra legyen rákötve. Tehát nagy vonalakban igaz, ezek azok az eszközök. Az első három igaz, a logikai cellák, az a legkisebb elem. Logikai cellákat, ha kettőt összekötünk, akkor egy szeletet alkot, négy szelet egy programozható logikai tömböt alkot, és utána ki- és bemeneti blokkokkal lehet a külvilággal megteremteni a kapcsolatot, illetve a programozható logikai blokkokat programozható összeköttetések segítségével lehet összekapcsolni. Na most ezen kívül még az FPGA áramkörökben vannak más építőelemek is. Nem kötelező, hogy mindegyikből legyen egy FPGA áramkörbe. Különböző FPGA családok vannak, igaz, mi a Spartan 3 családhoz tartozó FPGA-t használjuk a laborba. Általában szokott lenni memória még az FPGA chipekben, block RAM-oknak hívják, tehát random access memory, ilyen véletlen hozzáférésű tárok. Ez általában bármelyik FPGA áramkörben található. Hardware szorzó áramkörök, az az aritmetikai műveletek elvégzésére. Ez is szokott lenni általában mindegyik FPGA-ban. Globális órajel előállító és beállító tömbök, illetve órajel tampon bufferek. Ezek is vannak, mert mindegyik FPGA-nak valamilyen órajele kell legyen, hogy szekvenciális logikai áramköröket tudjunk megépíteni. Lehet, de nem kötelező, hogy dedikált digitális jelfeldolgozó modulok legyenek, DSP, Digital Signal Processing modul. Ez azt jelenti, hogy spéci modulok, amit például ti matematikából Fourier transformációról is tanultatok, tehát például szűrőket, ilyen matematikai műveleteket, komplex digitális jelfeldolgozásra használt műveleteket elvégző hardware modulok lehetnek. Ritkán, de van nagysebességű adóvevő modul, például hálózati modul, vagy például valamilyen kommunikációs modul, vagy wireless, vagy pedig Bluetooth modul, vagy valamilyen soros vagy párhuzamos kommunikáció modul. Illetve megint csak opcionálisan lehetnek még hardware, mikroprocesszorok, amit PowerPC-nek neveznek, vagy programozhatunk bele szoftver mikroprocesszor modulokat, ez a Xilinx MicroBlaze vagy a Xilinx PicoBlaze modul, kétféle ilyen szoftver mikroprocesszor magot lehet beültetni az FPGA áramkörökbe. Ez az utolsó négy, ez opcionális, tehát nem kötelező, hogy legyen mikroprocesszor mag, nem kötelező, hogy legyen nagysebességű adóvevő modul és DSP modul. A többi az a mi FPGA-nkban is van, tehát ebbe a Spartan 3-asba is van memória, van hardware szorzó, és vannak ilyen órajel előállító és beállító tömbök.
A kötelező elemek, igaz, az előző szlájdon voltak, ezek a logikai cellák, ezekből alkotott logikai szeletek és logikai tömbök, illetve a kibemenetek és a programozható összeköttetések. A második szlájdon levő alkatrészek vagy komponensek azok, az első négy az van általában mindegyik FPGA-ban, és az utolsó négy az opcionális. Na most már, hogy képzeljük el a belső struktúrát? Igaz, azt mondtuk, hogy vannak logikai cellák, két logikai cellából egy szelet készül, és négy darab szeletből egy programozható logikai blokk alkotható. Na most a programozható logikai blokkok, ezek a világos szürke kis négyzetek, írja is, hogy Programmable Logic Blocks. Ilyenből nagyon-nagyon sok található egy FPGA áramkör belsejében. Majd meg fogom mutatni a Xilinx ISE egyik olyan opcióját, amikor rákötünk egy FPGA áramkört, kiválasztjuk a típusát, megmondja, hogy pontosan hány ilyen programozható logikai blokk van benne. És a sötétebb, szürke, kicsi méretű, kisméretű négyzetek, ezek a programozható összeköttetések. Látjátok, hogy mátrixszerűen vannak a programozható logikai blokkok elhelyezve, és egymással bármelyik programozható logikai blokk össze lehet kötve egy másikkal, igaz? Ha úgy állítjuk be a programozható összeköttetéseket. Tehát egy hatalmas nagy hálózatnak kell elképzelni, és amikor mi a programozó állományunkat, igaz, a bit állományt, amit a Generate Programming File-al kigenerálunk, VHDL modulból vagy schematicból, akkor ez a programozó áramkör valójában csak annyit csinál, hogy ezeket a kis négyzeteket, igaz, a programozható összeköttetéseket úgy állítja be, hogy létrejöjjön az FPGA chip belsejében a mi áramkörünk. Tovább lépünk még egy szlájddal, és itt a programozható logikai blokkok vagy tömbök belső szerkezetét láthatjátok a jobb oldali ábrán. Azt mondtam, igaz, az első szlájdon, hogy egy programozható logikai tömb az négy szeletet tartalmaz. Itt látható, igaz, kék színnel S0-s szelet, S1-es szelet, illetve fölötte ilyen rózsaszín vagy lila színű kettes és hármas logikai szelet. A logikai szeletek, igaz, azok, hogyha négyet csoportosítunk, akkor egy ilyen programozható logikai tömböt alkot. És azt kell észrevegyétek, hogy az egymás mellett levő szeletek, tehát a két kék színű szelet, illetve a két rózsaszín szelet, az egymással szomszédos szeletek, azok össze vannak direktben kötve. S0, S1-gel össze van kötve, S2, S3-mal össze van kötve, viszont ez a zöld kapcsoló mátrix segítségével valójában a négy szelet közül bármelyikkel összeköttetésben állhat. Tehát a slice 0 a kapcsoló mátrixon keresztül kommunikálhat a slice 3-mal, vagy a slice 1-jel, vagy a slice 2-vel, illetve direkt bekommunikálhat a slice 0 a slice 1-jel, a slice 2 a slice 3-mal, és egy kapcsolat létezik a 2-es és az 1-es szelet között, illetve azt kell még észrevegyétek, hogy a 3-as szelet, illetve a 0-os szelet kapcsolatban állhat szomszédos ilyen programozható logikai tömböknek a további szeleteivel. A C-in, C-in és a C-out, C-out vonalakon keresztül. Tehát létezik egy ilyen lokális rútolási
lehetőség, igaz, hogy egyik szelet a másikkal könnyedén tudjon kommunikálni, és a kapcsoló mátrix engedélyezi azt, hogy hozzáférhessünk az egyes szeletekhez. Na most, hogyha még egyel tovább lépünk, akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki egy szelet. Illetve, igaz, egy szeletet azt mondtunk, hogy két logikai cellából épül fel. Itt az ábrán észrevehető az, hogy egy slice zero, igaz, az előző áramkörnek az egyik szelete van kinagyítva. És ebbe a slice zero-ba szimmetrikusan két dolog van. Két D-típusú tároló az áramkörnek a jobb oldalán, két lookup table, ez két ilyen memória modul, vagy memória tábla, és egy aritmetikai logikai egység, amit carry-vel, vagy túlcsordulással neveztek el a gyártócégnél. Tehát valójában duplán van meg ez a lookup table, duplán van meg ez a carry áramkör, és duplán van meg a D-tároló, azért, mert a szelet az két logikai cellát tartalmas rész. Igaz, a D-tároló, a carry áramkör és a lookup table az az egyik logikai cella, és az alsó lookup table, a carry, illetve az alsó D-tároló alkotja a második logikai cellát. Na most itt a lookup table mérete, az azt kell lássátok, igaz, hogy egy négy bemenetes lookup table, az azt jelenti, hogy mi egy négy címbites memóriát kell itt elképzeljünk, az azt jelenti, hogy a négy címbitten, kettő a negyediken 16 memória lokációt lehet megcímezni. Tehát ebben az esetben itt ezen a rajzon ezek a lookup table-ek, ezek a memóriák, ezek 16 bittet tartalmaznak. A carry áramkör pedig arra jó, hogy összekösse ezt a memória modult a D-tárolóval, illetve, hogy kapcsolatot teremtsen a szomszédos szeletnek a carry áramkörével, hogy egymással összekötetésbe lehessenek. A D-típusú tárolók azok lehetnek vagy szintvezéreltek, vagy élvezéreltek. Szokott lenni ilyen is, olyan is benne. És azt kell még lássátok, hogy minden szelet négy darab kimenettel rendelkezik. Ezek közül kettő az a két D-tárolónak a Q kimenete. A D-tárolókat lehet használni arra, hogy szekvenciális áramköröket építsünk, például számlálókat, léptető regisztereket, vagy egyéb sorrendi automatákat. És két darab kombinációs logikai áramkör kimenet van. Ez a két carry kimenet. A rajznak a jobb oldalán van, és azt kell látni, hogy ezek multiplexerek és engedélyező bufferek segítségével összeköttetést teremtenek a szomszédos logikai szeleteknek a kimeneteivel. Tehát össze lehet kötni akár több ilyen szeletet, hogyha nagyobb memóriára van szükségünk, vagy több ilyen szeletet, hogyha nem elegendő két darab D-tároló az áramkör megvalósításához. Ezek volnának az alap építő elemek, igaz? Tehát az FPGA áramkörök felépítésében programozható logikai blokkok vannak. Egy ilyen programozható logikai blokk, azt mondtuk, hogy négy darab szeletből áll, és utána még lennebb mentünk, és megrajzoltuk itt, vagy kivetítettem nektek egy szeletnek a belső struktúráját, hogy lássátok, hogy tömbvázlat formájában hogyan vannak felépítve ezek az építő elemek. Eddig kérdések vannak-e? Tiszta, világos, érthető, vagy valami kérdés, hogyha felmerül, akkor nyugodtan be lehet kapcsolni a mikrofont, és kérdezhettek. Kristálytiszta. Az úgy jó akkor, hogyha kristálytiszta, menjünk tovább még egy lépéssel. Nézzük meg, hogy hogyan kell elképzelni
a lookup table, tehát ezt a memória részét a szeleteknek. A lookup table az két alkotóelemből épül fel, egy memória vektorból, vagy memória táblából, ami SRAM cellákat foglal magába, illetve egy multiplexer áramkörből. Attól függően, hogy hány memória cellát használunk, annak megfelelően van kiválasztva a multiplexer mérete is. Itt az előző áramkörben igaz, úgy szerepelt, hogy négy bemenetes lookup table-ek vannak. Azt mondtam igaz, hogy a négy bemenettel meg lehet címezni 16 darab memória cellát. Ebben az esetben 16 bemenetes multiplexereket kellene alkalmazzunk. Itt az egyszerűség kedvéért egy kisebb méretű lookup table van megadva. A lookup table-nek három bemenete van, ezek a jobb oldalt levő rajzon látható multiplexer szelekciós bittek, az A, a B, illetve a C. Ezzel a három szelekciós bittel, vagy bemenettel meg lehet címezni a multiplexernek bármelyik bemenetét, és a multiplexer kimenetén igaz ki lehet olvasni a kiválasztott memória lokációba tárolt értéket. A lookup table-ek szerepe az FPGA áramkörökben az, hogy kombinációs logikai áramköröket tudjunk megvalósítani a segítségükkel. Tehát bármilyen logikai függvényt, amit meg szeretnénk valósítani, például itt van egy logikai függvény megadva a bal felső részen, igaz, hogy A és B, vagy C tagadott, ez lenne a kapcsolási rajz, igaz, logikai kapukkal. Kiszámítható az igazság táblázata, probléma nélkül, igaz, ennek a logikai függvénynek. Y a logikai függvénynek az értéke. Az ABC az 8 féle kombinációt vehet fel 0-0-0-tól egészen 1-1-1-ig. Az igazság táblázat tartalmazza a függvény értékeket mind a 8 bemeneti kombinációra. Ezt a 8 bittet, ha beírjuk a lookup table-nek az SRAM celláiba, és az ABC bemeneti változókat a multiplexernek a szelekciós bitjére kötjük, akkor az Y kimenetet megkaphatjuk egy ilyen felprogramozott lookup table kimenetén. Na most a mi esetünkben igaz az egyszerűség kedvére egy három bemenetes ilyen multiplexert, vagy három szelekciós bittes multiplexert használtunk, és akkor ilyen 8 bittes SRAM cellák vannak. Például egy négy bemenetű ilyen lookup table, ami az előző ábrán volt, igaz, az bármely négy változós logikai függvényt meg tudja valósítani. Szokták nevezni függvénygenerátornak is ezt a lookup table-t. Tehát ez a megoldás arra jó, hogy bármilyen logikai függvényt meg lehet valósítani, úgy, ahogy első szemeszterben a digitális elektronikában igaz feladatokat oldottunk meg, és multiplexerrel bármilyen logikai függvényt meg lehetett valósítani. Tehát ez volna igaz az első komponense a lookup table a szeleteknek. Ezzel kapcsolatosan kérdés vagy megjegyzés van? Nincsen. Hogyha nincsen, akkor tovább lépünk, és megmutatok itt egy részletes szelet struktúrát. Tehát az áramkör itt már hasonlít egy ceiling schematikhoz, igaz? Tehát úgy kell ezt elképzelni, igaz, hogy ceilingsbe tervezik a ceilings áramköröket. Van egy komment, azt mondja, nincsen komment. Jó. Megyünk még egyel tovább. Az előbb bemutatott lookup table, igaz, itt kék színnel van bekeretezve.
Itt most megint visszatértünk az első verzióra, amikor 4 bemenetes volt a lookup table. Az látszik itten, hogy a G0, bocsánat, G1, G2, G3, G4-es bemenetek, ezek a lookup table bemenetei. Az O a kimenete, tehát egy 16 bites ilyen memória modul van, és egy 16 bemenetes multiplexer. Ennek a kimenete belemegy a fekete színűvel bekarikázott áramkörbe. Ezek a kis trapézok, ezek multiplexerek. Multiplexer áramkörök 2:1 multiplexerek, tehát 2 bemenetük van, és 1 kimenetük van. Ki lehet velük választani, hogy melyik vonal, melyik bemeneti vonal kerüljön a kimenetre. Ez a fekete négyzettel, vagy fekete téglalapban igaz, bevett komponensek, ezek alkotják a carry áramkört, ezt a kombinációs logikai áramkört, ami összeköti a különböző lookup tableket és a különböző szeleteket is. Utána a D-típusú tárolók, igaz, a szeletnek a harmadik építő eleme, az lila színnel jelenik meg. Tehát lila színnel be van bekarikázva a 2 darab D-típusú tároló, igaz, a D-bemenete, a klakja és a Q-kimenete is látszik a 2 D-tárolónak. Alatta megint itten van egy lookup table, igaz, az nincs most kéken bekerikezve, de viszont ez is a szeletnek a része, tehát a felső részben volna az első logikai cellás, az alsó rész tartalmazná a második logikai cellát. Azt kell észrevenni, hogy szimmetrikusan igaz ez a carry áramkör, ugyanazokat a komponenseket tartalmazza a felül is, mint alul, csak egy kicsit máshogy elrendezve. Na most már ezen kívül, ha megnézzük, még van egy rend multiplexer, amiket zöld színnel jelöltem, MUX 5, MUX 6, és majd a következő áramkörben meglássátok, hogy lesz MUX 7 és MUX 8 is. Ezek a multiplexerek arra valók, hogy összeköttetést teremtsenek a két logikai cella között, azért, hogy a szeleten belül a két logikai cella tudjon egymással kommunikálni. Tehát áramköri kapcsolási rajz szintjén valahogy így néz ki, igaz, ez a tömvázlatban megjelenített szelet. A lookup table-t részletesen megbeszéltük, a D-tárolóról nagyon sokat nem kell mondjak, igaz, mert a D-tároló az egy olyan tároló, hogy amit mi beadunk a D-bemeneten, az jelenik meg a Q-kimeneten, tehát ilyen átlátszó tároló. És a kombinációs logikai áramkörökről annyit kell megjegyezni, hogy multiplexerek segítségével, van egy-egy logikai kapu is, de főként multiplexerek segítségével van megvalósítva. Na most a különböző szeletekben levő lookup table-ek ugyancsak multiplexerekkel vannak összekötve. Igaz, egy kombinációs logikai blokkban 4 szelet van, azt jelenti, hogy összesen mindegyik szelet tartalmaz 2-2 logikai cellát, tehát van nekünk 8 darab logikai cellánk. És akkor a rajzot, hogyha a jobb oldalon levő szöveget lentről felfele követjük, akkor azt látjuk, hogy egy szeleten belül levő 2 lookup table-t, a lookup table-ek ezek a kék színűre kifestett négyzetek. A slide 0-ban például a 2 kék színnel jelzett lookup table-t a zöld színű F5-ös multiplexer köti össze. Kiválasztja az F5-ös multiplexer, hogy most az alsó vagy a felső lookup table-ben levő adatokat akarjuk kiolvasni. Ugyanígy a slice 1-ben is van egy F5-ös multiplexer, ami a 2 lookup table-t összeköti. És ez ismétlődik a slice 2-ben, a slice 3-ban is.
igaz, van egy CLB-ben 4 darab ilyen F5-ös multiplexer, ami egy szeleten belüli lookup table-eket köti össze. A két F5-ös multiplexer kimenete bemegy ebbe a lila F6-tal elnevezett multiplexerbe. Az F6-os multiplexerből 2 van, igaz? Az alsó S0, S1 szeletet összeköti itt a F6-os multiplexer, illetve a felső S2 és S3 cellában levő F5-ös multiplexereket megint csak egy lila F6-os multiplexer köti össze. És az F6-os multiplexerek két lila multiplexer kimenete ilyen narancssárga színű vonallal van bekötve az F7-es muxba. Az F7-es muxnak az a szerepe, igaz, hogy a felső két szelet és az alsó két szelet közötti kapcsolatot megteremtett. Tehát valójában az F5-ös muxból van 4 darab, utána az F6-osból 2 darab, és az F7-esből 1 darab cella. Összesen az 4, meg 2, meg 1 az 7 darab multiplexer, ami egy CLB-n belüli memória modulokat tudja összekötni. És van még egy 8-as multiplexer, ami fehér színű, és a rajznak a felső, jobb felső sarkában van. Az F8-asnak az a szerepe, hogy a két szomszédos CLB-ben levő F7-es muxokat is összekösse. Tehát valójában itt nekünk a memóriánk, hogyha ilyen 16 bites memóriacellákról beszélünk, igaz, van belőle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8x16, az már 96 bites memóriánk van egy CLB-be. Ha ez a 96 bit nem elegendő, akkor nyugodtan segítségül lehet hívni egy szomszéd CLB-nek a lookup table-jeit. 96x2, az mennyi lesz? 192, igaz? Most attól függően, hogy hány változós logikai függvényt szeretnénk megvalósítani, a megfelelő számú szomszédos CLB-nek a lookup table-jait kihasználhatjuk, és ezeket összeköthetjük, és akkor 5, 6, 7, 8, 10 változós logikai függvényeket is meg lehet valósítani ezzel a struktúrával. A fontos dolog az, igaz, hogy a leggyakrabban használt áramköri elem, ami nekünk az FPG áramkörben megtalálható, azok a multiplexerek. És a másik fontos észrevétel az, hogy az FPG áramkörnek a felépítése szimmetrikus, tehát ismétlődik, igaz, egy ilyen logikai cellába ugyanaz az áramkör nagyon sokszor. Oké. Ezzel kapcsolatosan van-e valamilyen kérdés, észrevétel? Hogy az F7-esbe van kötve 2 darab F8-hoz? Nem, 2 darab F7-es van 1 darab F8-hoz bekötve. Tehát az F7-esnek a lila vonalja, igaz, az bemegy a saját cellába levő F8-asba, de átmegy az alatta levő cellába levő F8-asra is, és a fölötte levő cellának az F7-ese is bejön ebbe az F8-ba. Tehát a lila vonalakat kell kísérni, és akkor valójában egy cellát össze lehet kötni azzal a cellával, ami fölötte van, illetve azzal a cellával is, ami alatta van, felhasználva az F8-as multiplexereket. Így jönnek létre a kapcsolat a cellák között. Így jönnek létre a kapcsolatok a cellák között, így van. Köszönöm. És ez a kapcsolat egyelőre csak a lookup table-ekre vonatkozik. Igaz? Tehát itt, amikor megnézzük, akkor ez a lookup table a carry áramkörön keresztül a fölötte levő és az alatta levő cellával is tud kommunikálni, és hogyha tovább lépünk, igaz, akkor
A szelet struktúrájában részletezve vannak ezek azok a multiplexerek, amik megvalósítsák a kapcsolatot, és itt még részletesebben be van mutatva, hogy melyik MUX mire jó, igaz? Egy szeletbe levő luttokat össze lehet az F5-ös MUX-okkal kötni, két egymás melletti szeletben levő lookup table-eket az F6-os köti össze, az alsó két és a felső két szeletnek a lookup table-eit az F7-es, és szomszédos CLB-kben levő lookup table-eket az F8-as MUX-ok segítségével lehet összekötni. Mehetünk tovább? Következnének az input-output blokkok, igaz? A kimeneti és bemeneti blokkok. Tehát, hogyha a teljes áramkör fel van építve, valamilyen módon, igaz, ezek a lookup table-ek, a D-tárolók össze vannak egymással kötve, és kialakítottunk egy áramkört, akkor valamilyen módon ez az áramkör kell kommunikáljon a kimenetekkel is. Valójában itt bemenetnek és kimenetnek is vannak valamilyen regiszterei, DDR regiszterek, ez ilyen double data rate regiszterek, amiknek az a tulajdonságuk, hogy egy órajelre két műveletet is el tudnak végezni, azért double data rate, mert az órajelnek a felfutó élére is és a lefutó élére is tudnak dolgozni. Például a felfutó élre valamit beírunk, a lefutó élen kiolvasunk belőle. Tehát nagyon gyors regiszterek. Három állapotú tri-state regiszterek, a kimenetek, ezért ők 0, 1-es és ilyen nagy Z betűvel jelölt magas impedanciás állapotot is tudnak. És a kimeneteknek és a bemeneteknek külön ilyen engedélyező vonalak vannak, úgy kerülnek ki a pedre, a ped az a lába, valamelyik lába az FPG áramkörnek. Hát én, ha valamit ki akarok küldeni az egyik portra, igaz, az UCF állományban megmondom, hogy melyik lábra legyen kötve az FPG-nak, port, mit tudom én, M5 vagy L6 vagy ilyesmi neveket viselnek, és nem kell mást tegyek, mint a megfelelő kimeneti regiszterbe beírjam az adatot, és akkor ez az adat megjelenik a kimeneten, illetve, hogyha bemenetről beszélek, akkor a megfelelő PED a megfelelő bemeneti regiszterbe fog belekerülni, és onnan abból a regiszterből majd továbbítódik az én áramköröm irányába. Tehát ezek volnának a ki- és bemeneti blokkok. Most visszatérünk megint erre az eredeti tömvázlatra, ahol beszéltünk, igaz, a nagy, világos szürke színű tömbökről, de kellene beszéljünk a sötét kicsi tömbökről is, kicsi négyzetekről is, a programozható összeköttetésekről. Ezek a programozható összeköttetések valójában ilyen mátrix-szerű vonalak. Minden mindennel keresztezheti egymást, és minden mindennel össze lehet kötni. Programozható kapcsoló mátrixok vannak, ezek a PSM modulok, és ezek a PSM modulok kapják meg az információt, a megfelelő információt a feltöltött bit állományból, hogy melyik vonal melyik vonallal legyen összekötve, és itt látjátok egy ilyen random összeköttetésben, hogy bizonyos pöttyök vannak ott, ahol két egymást keresztező vonal valójában össze van kötve. Tehát az én programozó állományom nem csinál mást, mint ebbe a PSM-be, a programozható kapcsoló mátrixba, kialakítja ezeket az összeköttetéseket. Ezeket az összeköttetéseket úgy kell elképzeljétek, hogy térvezérlésű tranzisztorok vannak, és elektromos tér segítségével nyitnak vagy zárnak ezek a tranzisztorok. Ha nyitnak, akkor igaz, vezetnek, és a két vonal össze van kötve, ha pedig zár, akkor az megszakítást jelent, tehát a két vonal nem érintkezik, nincs kapcsolatban egymással.
És valójában igaz, úgy néz ki, mintha össze lenne fúrva ez a rajz, nagyon sok ilyen pötty van. Ezek a pöttyök, amik ilyen fekete pöttyök, azok élő kapcsolatot jelentenek, és ahol a két szál csak egymás mellett elmegy, oda nem tettünk ilyen pöttyöket, azt jelenti, hogy ott nincsenek összeköttetések, nincsenek kapcsolatok. Tehát így kell valahogy elképzelni a programozó, a programozható összeköttetéseket. Tehát a CLB között, minden CLB között igaz, ilyen kapcsoló mátrixok és programozható összeköttetések vannak, és akkor a CLB-ket ki lehet választani, hogy melyik vonallal legyen összekötve. Ez nem a mi feladatunk, igaz? Ezért van kifejlesztve ez a Generate Programming File, ami a bitállományt generálja, annak van egy bizonyos struktúrája, tehát valójában az áramkör alapján nekünk ez a programozó állomány tudja pontosan, hogy melyik vonalat melyik vonallal kell most az FPGA chipben összekötni. Ehhez nagyon jól kell ismerni igaz, az FPGA belső struktúráját, ezért ezt a bitállományt nem mi írjuk meg, hanem generálja nekünk ez a Sinix ISE, tehát a felhasználói környezetben Sinix programozói megírták, hogy hogyan kell létrehozni ezeket a kapcsolatokat. És akkor itt nagyjából véget ér a mi prezentációnk. A Sinix weboldalon lehet egy pár érdekes ilyen user guide-ot kapni, ahol ennél még részletesebben le van írva az FPGA áramkörök belső felépítése. A mi kurzusunk erre nem terjed ki, mert negyedéven lesz majd nektek újra konfigurálható digitális áramkörök név alatt egy olyan előadásotok, ami teljes mértékben az FPGA áramköröknek a belső szerkezetével foglalkozik, tehát újra konfiguráló digitális áramkörök, ezek az FPGA áramkörök. Brassai Tiamér tanár úr fogja ezt a tantárgyat tartani nektek, és úgy kell számoljatok, hogy egy ilyen user guide, egy ilyen 350 oldalas PDF dokumentum, tehát nagyon-nagyon részletesen le van írva a belső szerkezet. Ahhoz, hogy mi programozni tudjuk ezeket az FPGA áramköröket, nem igazán van szükség arra, hogy ennyire részletesen ismerjük a belső szerkezetet, de ha netán oda jut valaki, hogy ilyen újra konfigurálható digitális áramköröket kell tervezzen, akkor majd tényleg részletesen kell ismerje ezeket a belső szerkezeteket is, tehát ezeket az áramköröket. A prezentációt azt láttátok, mutattam, az elektronika labornak a honlapjáról le lehet tölteni, tehát nyugodtan letölthetitek, nézhetitek, újra nézhetitek. Én közben itt megosztanám megint veletek a képernyőt. Így van, tehát ez a Basic FPGA Architecture nevű PPT, PowerPoint prezentáció. Ezt a prezentációt vetítettem nektek le. Esetleg a Classroom-ba, a Google Classroom-ba is fel tudom tölteni, hogy onnan levegyétek, vagy akár innen az elektronika labornak a honlapjáról is letölthetitek. És akkor áttérünk egy újabb fejezetre, az ez a prezentáció arra volt jó, hogy legyen egy ilyen elképzelésetek, hogy körülbelül hogy néz ki annak az FPGA-nak a belső szerkezete, amit mi programozgatunk, igaz, minden laboron. Tehát valójában ilyen sok minden van benne ebbe a pici chipbe, ami az FPGA lapnak a szívét jelenti, tehát a központi elemét. És akkor áttérnénk egy újabb fejezetre a véges állapotú szekvenciális automatáknak a tervezésére, illetve az elemzésére. És ennek érdekében vissza kell térjünk ezekre a PDF-ekre. Ha jól emlékszem, akkor ebbe a harmadik PDF-be van a jegyzetbe
a bevezetése a véges állapotú szekvenciális automatáknak. Arra kérlek, ti is ezt töltsétek le, én ki fogom vetíteni, de jobb minőségben látszik, hogyha ti letöltitek és nézitek a saját gépeteken a PDF áramkört. Még a szekvenciális automaták, ez lenne a cím, a teljes cím az az lenne, hogy véges állapotú szekvenciális automaták. Valami egyszerű automatákat tervezgettetek ti, például egy számláló is egy ilyen egyszerű automata, viszont ebben a szemeszterben egy kicsit komplexebb automatákról is fogunk tárgyalni, olyan automatákról, ahol különböző bemeneti változókkal be lehet avatkozni a szekvenciális automaták működésébe. Na most ezek a véges állapotú szekvenciális automaták, ezek ilyen elvont absztrakt matematikai modellek. Viszont ezeket meg lehet testesíteni úgy, hogy leírjuk vagy lerajzoljuk a működésüket, vagy állapot diagramokkal, vagy állapot gráfokkal, és akkor a gráfelméletben használt módszerekkel, igaz, tudjuk jelölni, vagy pedig lenne a programozásban használt módszerekkel ilyen diagramokba, állapot diagramokba le tudjuk írni a működésüket. Valójában a működést le lehet matematikailag is írni, viszont a matematikai leírásmód az kissé elvont, absztrakt, kissé nehéz. A véges állapotú szekvenciális automatáknak a mondjuk tömvázlatát itt ez az ábra mutatja be, ahol A betűvel, nagy A-val jelöltem magát a véges állapotú automatát, és azt kell látni, hogy ennek az automatának vannak valamilyen bemenetei, ezek az X értékek, vannak valami kimenetei, ezek a Z értékek, illetve az automata belsejében Y-nal jelöltem a véges állapotú automatáknak az állapotait. Tehát amikor egy ilyen szekvenciális automatáról beszélünk, akkor egy automatának vannak különböző állapotai. Az állapotok egy halmazba csoportosíthatóak, és ez az Y halmaz az, ami összegyűjti az Y1, Y2, pont, egészen Ys-ig a véges állapotú szekvenciális automata állapotait. Tehát magák az állapotok azok a kicsi Y1, kicsi Y2, pont, egészen Ys-ig, és a nagy Y az a halmaz, ami összegyűjti az automaták állapotait. Tehát itt a tömvázlat belsejében, igaz, ezek az állapotok változnak, az automata egy órajel vezérlésére egyik állapotból egy másikba kerülhet. És az egyik állapotból a másikba való átmenetet egy F függvény irányít. Mindjárt visszatérünk erre az F függvényre. Az állapotok között átmenetek léteznek, és ezek az átmenetek például, hogyha állapot gráfként reprezentáljuk a véges állapotú automatát, ezek azok a nyílak, amelyek összekötik a gráfnak a csomópontjait, és az állapotok pedig a gráfnak a csomópontjai. Mindjárt rátérünk egy ilyen jelölési módra, és akkor ott majd részletezzük ezeket az elemeket. Az automatákban a kimenetek, Z kimenetek, azok vagy az állapotokhoz, vagy pedig az átmenetekhez rendelhetőek. Tehát ahogy egy véges állapotú automata egyik állapotból a másikba lépik, kimeneteket tud kibocsátani. Vagy akkor bocsátja ki, amikor egy bizonyos állapotban van, és akkor meg van határozva, hogy a hármas állapotban ez meg ez a kimenet, a négyes állapotban ez meg ez a kimenet, a 18-as állapotban ez meg ez a kimenet, vagy pedig lenn
ezek a kimenetek az átmenetek közé tehetőek. Például azt mondhatom, hogy ha a 3-as állapotból a 4-es állapotba megy az automata, akkor kibocsátja ezeket a kimeneteket. Vagy hogyha az 5-ös állapotból a 7-es állapotba ugrik az automata, akkor kibocsát valami más kimeneteket. Ez a hozzárendelés két típusú szekvenciális automata modellhez fog vezetni, amit következőkben részletezni fogunk. A kimenetek halmaza, igaz, ez a Z halmaz, a nagy Z halmaz, ami tartalmazza a lehetséges kimeneti változókat, Z1, Z2, pont, Zm, tehát van olyan automata, aminek nincs egy kimenetese, van olyan automata, aminek egy kimenete van, kettő kimenete, három, négy, vagy több kimenete. Ezeket a kimeneteket a Z halmaz gyűjti össze, Z1, Z2, Zm kicsibetűvel jelölve ezek a kimeneti változóink, és a nagy Z halmaz gyűjti össze az összes kimeneti változót. Oké? Na most a véges állapotú szekvenciális automatáknak vannak bemenetei is. A bemeneti változók halmaza a nagy X halmaz, és ez tartalmazza az X1, X2, pont, XN bemeneti változót. Hát azt jelenti, hogy az X halmaz gyűjti magába, vagy foglalja magába az összes lehetséges bemeneti változót. Ezeknek a bemeneti változóknak a szerepe az, hogy például irányítsák az átmeneteket az Y állapotok között. Na most már, egy adott pillanatban látjátok, hogy a bemenetet XT-vel jelöltem, az állapotot YT-vel jelöltem, és a kimenetet ZT-vel jelöltem. Tehát a szekvenciális automaták időben változtatják az állapotukat, természetesen változtathatják a kimeneteket, és valaki, aki vezérli, az változtathatja időben a bemeneteket is. A bemenetek változása adja meg, hogy mik lesznek a következő állapotok, és vagy az állapotok, vagy az átmenetek adják meg, hogy mik lesznek a megfelelő kimenetek. Na most már a változásokat leíró két függvény, az F, illetve a G. Az F az az átmeneti függvény. Az átmeneti függvény meghatározza, hogy melyik állapotból melyik állapotba lép a véges állapotú szekvenciális automata, és ez az F függvény, ez egy olyan függvény, ami leképezi az X halmaz és az Y halmaz Descartes féle szorzatát. Ez azt jelenti, hogy a függvény értéke az függ a bemeneti változóktól, illetve az automata aktuális állapotától, melyik állapotban vagyunk és mik a bemenetek. Ebből meg lehet határozni a következő állapotot, tehát a függvény értékkészlete az az Y halmaz, ami a szekvenciális automata állapotait tartalmazza. Ez az állapotok közötti átmeneti függvény, F. Ez az F mondja meg, hogy egyes állapotban 2-be, 3-ba, 5-be, 7-be, 8-ba, stb. Állapotokba ugrál az automata. Ezt mi befolyásolhatjuk, igaz, egy felhasználó befolyásolhatja azáltal, hogy megadja az X bemenetet. A másik függvény, a G, az a kimenetet leíró függvény. A kimenetet leíró függvénynek, igaz, a értelmezési tartománya az ugyancsak az X szer Y Descartes féle szorzat. Tehát a kimeneti függvény az megint csak függ a bemenet és az állapottól. És az értékkészlete az a Z halmaz, mert a kimeneti függvény meghatározza a kimeneti változóknak az értékét. Tehát első esetben, ha egy bizonyos állapotban vagyunk, igaz, lehet, hogy az állapothoz vannak kötve egyenesen a Z kimenetek,
akkor tudom, hogy egy T-idő pillanatban, ha én a hetes állapotban vagyok, akkor a hozzá tartozó kimeneteknek az értékei ez, 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 meg ez. Vagy a másik esetben, ha tudom, hogy az átmenetekhez van rendelve a kimenet, akkor ismerem, hogy melyik állapotban vagyok, az Y-t. Ismerem az X-bemenetet, tudom ebből, hogy melyik állapotba fogok menni, tehát ismerem az átmenetet, és az átmenet határozza meg egyértelműen az Z kimeneteket. Ez a két féle megközelítés, ami a G függvényt illeti, két típusú automata mondjuk megközelítéshez, vagy definícióhoz vezet, az egyik a Moore-féle, a másik a milliféle automata, mindjárt részletesen kitérünk mind a kettőre. Tehát definíció szerint ez az elvont matematikai modell, amit mi szekvenciális automatának nevezünk, ez magába foglal három darab halmazt, az X-et, igaz, a bemeneti változók halmazát, az Y-t, a szekvenciális automata lehetséges állapotainak a halmazát, a Z-t, ami a kimeneti változók halmaza, és két függvényt, ami leírja az egyik az állapotok közötti átmenetet, ez a, vagy átmeneteket, ez az F, és a másik, ami leírja a kimeneteket, ez a G függvény. Eddig érthető, vagy nagyon-nagyon absztrakt, nagyon elvont ez a modell? Eddig érthető. Lehet, hogy kicsit tisztább lesz, amikor rátérünk az automaták ábrázolására is. Akkor majd lerajzolva gráf formájában könnyebben át lehet látni. Na most az állapotok halmaza, az Y halmaz, az egy véges halmaz. Tehát meg lehet számolni az elemeit, S darab eleme van. Ezért hívják ezeket az automatákat véges állapotú szekvenciális automata. Tehát nincs végtelen állapotuk, van 4, 5, 6, 10, 20, 50 állapotuk, tehát megszámolható, és csak ezekben az állapotokban foroghat, ezekben az állapotokban léphet. Ezért mondják, hogy véges állapotú szekvenciális automaták. Angol szakirodalomban azt mondják, hogy finite state machine, vagy finite state automaton, románul automaticus törfinite, tehát véges állapotú szekvenciális vagy sorrendi automatákról beszélünk. Általában vannak olyan automaták, amiknek van egy kezdő állapotuk és egy végső állapotuk. A legtöbb automata, igaz, egy valamilyen folyamatot ír le. Például a legegyszerűbb, igaz, ha egy ilyen kávé automatára gondolunk, ahol van egy kezdő állapot, igaz, amikor várja az automata, hogy valaki valamit rendeljen, megrendelik a kávét, megmelegíti a vizet, beteszi a kávét, cukrot, stb. És a végső állapot az az, hogy ki tölti egy pohárba a megrendelt kávét, vagy kapucsinót, vagy amit rendelt a felhasználó. Vagy ugyanilyen kezdeti és végső állapota van egy ilyen automosó automatának, ahol az automosó várja egy új autónak a belépését, és akkor elvégzi a, mit tudom én, az előmosást, utána elvégzi a fő mosási ciklust, utána elvégzi a gyantázást, és a végén a szárítást, és kész van, az autó meg van mosva, és mindig ugyanezekbe az állapotokba kering, igaz, egy kezdő állapottól egy végső állapotba. Tehát a mi automatáink, igaz, egy folyamatot modelleznek, azt végig tudják az elejétől végig csinálni, és azt ismételni tudják, ahányszor szeretnénk. Tehát nem tud ő nagyon-nagyon okos dolgokat elvégezni, csak olyan dolgokat, amiket mi betanítottunk neki. Tehát ami robotizálható, automatizálható, tehát ami ilyen ismétlődő lépésekből áll. Egy folyamatot fel lehet bontani, a mi esetünkben igaz, Y0-tól egészen YK-ig különböző állapotokra, az automata mosógépünk is pont így működik, igaz, fel van programozva neki egy ciklus, tudja, hogy pontosan mit kell, hogy kell
elvégezze a mosást, és azt végig csinálja, és egy hét múlva, ha újabb ruhákat teszünk bele, újból megismétli. Tehát az ilyen véges állapotú szekvenciális automaták arra jók, hogy minden ilyen ismétlődő folyamatot lehet vele modellezni. Érdekes, hogy használják ezeket nagyon sok területen, például egy érdekes alkalmazás a meteorológia. Meteorológiában modellezni lehet, igaz, hogy milyen idő lesz, mit tudom én, holnap. Ha tudom, hogy lehet különböző típusú idő, mondjuk hull a hó, esik az eső, süt a nap, fúj a szél, stb. Állapotok, igaz? És hosszú évek során, ha megfigyeléseket teszek, akkor le tudom írni ezt az átmeneti függvényt, hogy milyen állapotból milyen állapotba jutok, illetve le tudom írni a kimeneti függvényt, hogy egy bizonyos állapothoz milyen hőmérsékletet, milyen páratartalmat, milyen irányú és erősségű szelet teszek hozzá. Tehát nem csak ilyen digitális elektronikai áramköröket lehet véges állapotú szekvenciális automatákkal modellezni, hanem például a meteorológiai előrejelzéseket is ilyesmivel meg lehet oldani, vagy például a tőzsdei árfolyamoknak az megbecslését, vagy a beszéd technológiában, a beszéd felismerésben ugyanígy a mondjuk a szavakat, vagy a mondatokat ilyen véges állapotú automatákkal lehet modellezni. Tehát nagyon sok érdekes alkalmazási területe van ennek a véges állapotú szekvenciális automatáknak. Operációs rendszerekben fogtok majd tanulni ilyen időzítéseket, meg szemaforokat, a ütemezéseket, ugyancsak ilyen véges állapotú szekvenciális automatákkal szokták megvalósítani. Na most, az előző percekben azt mondtam, hogy két típusú véges állapotú automatát lehet megkülönböztetni. Az egyik a Moore típusú véges állapotú automata, és a másik a Mili típusú véges állapotú automata. Ez két embernek a neve, aki, tehát az emberekről, azokról az emberekről lett elnevezve, akik feltalálták és leírták elsőként ezeknek az automatáknak az elméletét. Mind a kettő így adható meg, hogy megadom az XYZ halmazt, illetve az F és a G függvényt matematikai modellként, de abban térnek el, hogy az első, a Moore típusú automata esetén az állapotoknál az YT plusz 1, ez a következő állapot, ha én egy T időpillanatban vagyok, és ismerem a bemenetet a T-idő pillanatban, és ismerem az aktuális állapotot a T-idő pillanatban, igaz? Akkor ez az F függvény megadja az YT plusz 1-et. Tehát ismerve az aktuális állapotot, és ismerve a bemenetet, meg tudom határozni, hogy mi lesz a következő állapot. Ez pont úgy van a millitípusú automatánál is, tehát az F függvény, az pont úgy néz ki, a Moore-nál is, meg a Millinél is. Igaz? YT plusz 1 egyenlő FXT YT, és a Millinél is az YT plusz 1 egyenlő FXT YT-vel. Viszont a kimeneti függvény az különbözik. A T idő pillanatban a Moore típusú automatáknak a kimenete csak a aktuális állapottól függ. Tehát a G függvény, ha ismerem az YT-t, a T időpillanatban levő aktuális állapotot, akkor meg tudja határozni automatikusan a kimenetet a T időpillanatban, az aktuális időpillanatban. Tehát a kimenet csak az állapottól függ. Az állapothoz van hozzárendelve. Tehát tudom biztosan, hogy a 3-as állapotban ezek a kimenetek. A hatos állapotban ezek a kimenetek. Függetlenül, hogy melyik állapot lesz a következő,
függetlenül, hogy melyik állapotból kerültem abba az állapotba, vagy függetlenül attól, hogy milyen bemeneti változóim vannak, ha ismerem az aktuális állapotot, akkor meg tudom mondani az aktuális kimeneteket. Ez a fontos, mondjuk megkülönböztető jele a MUR típusú automatáknak. A másiknál, a milli típusú automaták esetében a Z, a kimenet, az nem csak az Y-tól függ, hanem az az X-től is függ, és az Y-tól is. Tehát a aktuális kimenetek függnek a bemenetektől, és az aktuális állapottól is. A kimenet függ az adott állapottól és a bemeneti változóktól is. Na most az adott állapot és a bemeneti változók megmondják, hogy melyik lesz a következő állapot. Tehát én pontosan tudom az átmenetet a két állapot között, és ebben az esetben a milli típusú automatáknál a Z kimenetek nem az állapotokhoz, hanem az átmenetekhez vannak hozzárendelve. Na most nézzük meg, hogy hogyan lehet ábrázolni ezeket az automatákat. Fogok adni egy példát a MUR típusú automatára, utána pedig fogok adni egy példát a MILI típusú automatára is. Nézzük meg egyszer általánosan, hogy hogyan néz ki egy véges állapotú szekvenciális automata állapot gráf segítségével ábrázolva. Itt van egy állapot gráf, igaz, amiben kis körökkel jelöltem az állapotokat. Hát ez itt egy állapot, ez egy másik állapot, ez egy harmadik állapot, és mivel itt most digitális elektronikában vagyunk, akkor bináris állapotkódokkal neveztem el az állapotokat. Normálisan el lehet őket nevezni tízes számrendszerben is, 0, 1-es és 2-es állapotnak, igaz, ez lenne a 0-s állapot, a 0-0 kódú, ez az 1-es állapot, a 0-1-es, ez a 2-es állapot, az 1-0. Vagy elnevezhetem bárhogy, például ez lehet S0 állapot, ez lehet S1 állapot, ez lehet S2 állapot, illetve adhatok neki olyant is, hogy itt tudom én, ez az állapot a havazás, ez az állapot a napsütés, ez az állapot az eső. Attól függ, hogy mit ábrázolok, például lehetnek ezek az állapotok, mondjuk betűk, karakterek, A betű, B betű, C betű, attól függően, hogy mire használom. Digitális elektronikában ahhoz, hogy mi hardwareben, igaz, meg tudjuk valósítani ezeket a véges állapotú szekvenciális automatákat, muszáj bináris állapotkódokat rendeljünk hozzá. Tehát a legelső az, hogy megszámozzuk az állapotokat, és utána megnézzük, hogy hány bitten lehet ábrázolni, és átírjuk bináris formába. Tehát 0-0, 0-1 és 1-0, igaz, három állapot esetén két állapot kódra, két állapot bitre van szüksége. Az állapotok között nyílak találhatóak, igaz, ezek a nyílak mondják meg, hogy melyik állapotból melyik állapotba lehet menni. Például a 0-0-s állapotból át lehet menni a 0-1-esbe is, és át lehet menni az 1-0-s állapotba. Az 1-0-s állapotból lehet menni a 0-1-esbe, illetve lehet menni az 1-0-s állapotba is. A 0-1-es állapotból melyik állapotokba lehet menni? Az 1-0. Igaz, ide felfele nem lehet menni, tehát a 0-0-osba nem mutat egy nyíl se. Az átmenetek csak a nyílnak az irányába valósulhat meg. Mehetünk önmagába, tehát a 0-1-ből ezen a ilyen húrok alakú nyílon visszamehet önmagába, vagy átmehet az 1-0-os állapotba. Érthető? Az állapotokon
az állapotok közötti nyilakon vannak valami feltételek, hogy x egyenlő 1, x egyenlő 0, x egyenlő 1. Na most ezek a bemeneti változókat jelentik. A bemeneti változók irányítják az átmeneteket az állapot gráfban. Tehát akkor valósulhat meg mondjuk a 0-0-s állapotból a 0-1-es állapotba való átmenet, hogyha a bemeneti változó értéke 1, hogyha x egyenlő 1. Tehát ez az a feltétel, ami kell teljesüljön annak érdekében, hogy ez az átmenet nullából 1-be bekövetkezzen. Amennyiben ez az x nem 1, hanem 0, igaz? Akkor a másik átmenet valósul meg, a 0-s állapotból a 2-es állapotba fog kerülni az automata. Ugyanúgy, hogyha itt az 1-0-s állapotban vagyok, az 1-0-s állapotból x annyi, mint 1-re 0-0-ba megyek, igaz? Ezen az átmeneten. És hogyha az x egyenlő 0, akkor ebbe az állapotba jutok, a 1-0-ból a 0-1-be, ezen az átmeneten, igaz, itt a két alsó állapot között. Jó. Na most itt látszik, igaz, hogy három állapotom van, három állapothoz két bitre van szükségem, hogy kódoljam az állapotokat, mert kettő a másodikon az 4, igaz, kettő az elsőn az csak 2 lenne, tehát két állapotot lehetne egy bittel kódolni, két bitten 4 állapotot, 3 bitten 8-at, 4 bitten 16-ot, és így tovább. Tehát meg lehet határozni mindig, amikor megvan az állapot gráf, hogy hány bitre van szükségem, ahhoz, hogy kódoljam binárisan az állapotokat, és itt a bemenetek igaz nem csak x lehet, hanem ha több bemenetünk van, lehet x1, x2, x3, tehát többféle bemenetünk is lehet. Itt egy egyszerűsített állapot gráfot rajzoltam fel, ahol csak 3 állapot van, egyetlen egy bemeneti változó, és egyelőre nincsenek kimenetek, igaz, mert a kimenet az különbözik, nem ugyanúgy kell feltüntessem a Moore automatáknál, mint a mili típusú automatáknál. Tehát ez egy olyan általános automata, aminek nincsen kimenete, egyelőre nem tudom megmondani azt, hogy ez Moore típusú vagy mili típusú, mert ő csak lépeget egyik állapotból a másikba, de nem generál kimeneteket. Na most itt lejátszottam egy olyan forgatókönyvet, hogy egy x bemeneti változó különböző értékeket vesz fel, és pedig lenyit ezt az 1-1-0-0-1-es állapotokat sorba egy mondjuk órajel taktusra. A kezdő állapot az a 0-s állapot, tehát ebből az állapotból indulunk ki 0-0-ból, és lejátszottam, hogy milyen állapotokon megy végbe, végig ez a véges állapotú szekvenciális automata, tehát elindul a 0-0-ból, az x az első fázisban 1-es, csináljuk úgy, hogy látszódjon a gráf is, így, tehát ha 0-0-ból indulunk meg, akkor lehet, hogy így egy picit jobban látszik. Nem lesz jó így. Elnyomni a hide-ra. Maradjunk inkább így, mert ez így elég lesz. Tehát az, hogy meetgoogle.com, ott van a stop sharing és a hide. A hide-ra. A hide-ot tüntessük el, jó. Rendben, köszönöm a segítséget. Na most, tehát a 0-0-ás állapotból indulunk ki. És hogyha az x 1-es igaz, akkor a következő állapot itt ez lesz, a 0-1-es. Ide írtam a 0-1-es állapotot, igaz? A 0-1-es állapot után megint x annyi, mint 1-es a következő bemenetünk. Innen, hogyha x annyi, mint 1, akkor átmenjünk ebbe az állapotba. Ez már az 1-0-s állapot, ezt írtam ide le. A harmadik bemenet az egy 0-s. Tehát 1-0-ás állapotban x annyi, mint 0, tehát visszalépünk
az egyes állapotba, 0-1-es állapotba. Utána a negyedik bemeneti bit az ismét zérós, tehát ebben az állapotban, hogyha x annyi, mint zéro, akkor önmagába fog visszatérni. Tehát valójában leáll ebbe az állapotba. És utána ismét jön egy egyes bemenet, az azt jelenti, hogy az irány az ide az 1-0-ás állapotba vezet. Tehát az állapot gráfnak az alapján, ha ismerem az adott bemeneteket, akkor meg tudom mondani pontosan, hogy milyen sorrendben következnek egymás után az automata állapotai. Jó. Na nézzük meg most akkor a Moore típusú automatákat. A Moore automatáknak a kimenetei állapot függőek. Igaz, azt mondtuk, hogy minden állapothoz adott kimenetek tartoznak, tehát hozzá vannak rendelve a kimenetek az állapotokhoz. És akkor, hogyha az automata egy adott állapotba jut, az állapotnak megfelelő kimenetek generálódnak. A Z kimeneteket ezért beleírtam az állapotokba. Látszik, a 0-0-ás állapotba van egy Z0 és egy Z1-es kimenet. A Z1-es az 0, a Z0-os 1-es. Az 1-es állapotba, mikor 0-1 igaz a Q1-Q0, akkor 1 és 1 a két kimenet, tehát Z1-1-es, Z0-1-es. És a harmadik állapotba, amikor Q1 és Q0 állapotkód 1-0, akkor megint 1-es és 1-es a két kimenet. Tehát egyértelműen látszik az, hogy mindegyik állapotba pontosan meg tudom mondani, hogy melyik kimenetek generálódnak. Na most, igaz, egy adott állapotba, ha megvan az állapotkód, egy slash-et használok, egy ilyen pert, és utána megadom a kimeneteket, tehát ez az állapotkód, igaz, az első két bit, és ezek pedig a kimenetek, tehát itt ezek az állapotkódok, ezek a kimenetek, és ez ismétlődik mindegyik állapotba. Itt van az állapotkód, ezek a kimenetek, ezek az állapotkódok, és ezek a kimenetek. Egyértelműen látszik, hogy a kimeneteket beleírtam a karikákba, tehát a kimenetek hozzá vannak rendelve az állapotokhoz. Függetlenül, hogy milyen formában, milyen úton jutottam egyik állapotból a másikba, ha én ide jutottam ehhez a zérós állapothoz, akkor tudom, hogy ezek lesznek a kimenetek. Ha ide jutottam ehhez az állapothoz, akkor tudom pontosan, hogy mik lesznek a kimenetek. És lejátszottam ugyanezt a játékot, hogy itt ilyen 1-1-0-1-1-0 szekvenciát adok a bemenetre, fel tudom írni, hogy milyen állapotokon megyek keresztül, és mindegyik állapotba meg tudom mondani pontosan, hogy mi lesz a kimenet. Jó, a következő típusú automatánál, a mili típusú automatáknál egy kicsit máshogy áll a helyzet, mert az automaták kimenete itt nem csak az állapottól, hanem a bemenetektől is függenek. Ha visszaemlékezünk arra a Z-re, igaz, a Z, a Z kimenetek, azok függtek a X-től, meg az Y-tól is. Tehát az adott állapottól és az aktuális bemenetektől is. Na most nézzük meg, mi történik itt. A pillanat, közben itt hívnak az egyetemről, de ezt kikapcsoljuk, nem válaszolunk, majd az óra után megnézzük, hogy mi lesz. Tehát a mili típusú automaták esetében nem az állapotokhoz rendeltem a kimeneteket, hanem igaz, minden állapotban csak az állapotkód szerepel, viszont mindegyik átmenetnél megadtam a megfelelő bemenetet, például x egyenlő 1 esetén egy 1-est írtam ide, és perrel
megadtam a Z kimenetnek az értékét. A Z kimenet is egyes. Tehát ehhez az átmenethez hozzá tartozik, igaz, ha x egyenlő 1, akkor a kimenet 1-es. Egy újabb átmenet esetében, például ehhez az ilyen önmagába visszatérő átmenethez, ha x egyenlő 1, igaz, akkor a z egyenlő 0. Tehát az első érték mindig a bemeneti változó, és a per után levő érték, itt most csak egyetlen egy kimenetet írtam, írhattam volna kettőt, mint az előző feladatnál, vagy többet is, de a slash utáni, a per utáni érték, vagy értékek, azok a kimenetek. Ez az átmenethez is megadtam, hogy x egyenlő 0 esetén következik be, és a z egyenlő 1, ennél is igaz, 1, 1, ennél x 0, z 0, ennél pedig x 0, z 1. Tehát a millitípusú automaták kimenete, az mindig a nyilakon van megadva. Tehát nem az állapotokat jelző kicsi karikákba, hanem az átmenetekhez van hozzárendelve. Tehát attól, hogy én tudom, hogy a 0-0-s állapotban vagyok, abból még nem tudom megmondani, hogy mi lesz a kimenet. Kell tudjam a bemenetet is, mert akkor meghatározhatom, igaz, hogyha 0-0-sban vagyok, és mondjuk 1-es a bemenetem, akkor ezen az átmeneten fogok haladni, és amikor ezen az átmeneten vagyok, akkor generálom a Z kimeneti változót. Hát ez a lényeges nagy különbség a Moore automaták és a Mealy automaták között, hogy a Moore automaták esetén a kimenetek minden esetben a állapotokhoz vannak rendelve, ezért vannak az állapot kicsi karikákba, igaz, beírva, és a Mealy típusú automaták esetében a kimenetek a nyilakon vannak, tehát azt jelenti, hogy az átmenetekhez vannak rendelve. Le lehet megint ezen is játszani ugyanazt, hogy 0-0-ból kiindulok egy bizonyos bemeneti szekvenciára, milyen állapotokon megyek végig. Itt felül feltüntettem, hogy mik a bemenetek, igaz? 1-1-0-1-1-0, ez a sorrend itten. És megmondtam, hogy milyen kimenetek generálódnak, nullások vagy egyesek, és ezt lerajzoltam idődiagramban is. Na most már azt kell tudni, hogy bármilyen véges állapotú szekvenciális automata leírható mind a kétféle leírásmóddal. A Moore típusú leírásmóddal és a Mealy típusú leírásmóddal is. Általában egy Moore típusú automatának több az állapota, mint az ugyanazt az áramkört, vagy ugyanazt a feladatot megvalósító Mealy típusú automatának. Tehát, hogyha ugyanazt a feladatot leírjuk, a Moore-nak több lesz az állapota, a Mealy-vel több lesz az átmenet általában. Nem egy általános szabály, de nagyjából ez a szabály fennáll. És akkor még egy módszert megadok az automatáknak az ábrázolására, és pedig len az állapot diagramoknak a használatát. Az állapot diagram, ez ahhoz hasonlít, ahogy ti programozni tanultatok, amikor az első programjaitokat írtátok, valószínű programozás egyből vagy a liceumban, amikor programoztatok, akkor vagy pseudokódban, vagy ilyen állapot diagramok segítségével írtátok le a programjaitokat. Na most a véges állapotú szekvenciális automaták működése is leírható nem csak gráfokkal, hanem ilyen állapot diagramokkal is, de általában mi a gráfokat fogjuk használni, mert kompaktabban, kisebb, összesűrítettebb verzióba, formába lehet megadni az automatákat, mint ilyen állapot diagramok segítségével. Na most itt az állapotok, igaz, kétbites állapotkódok voltak, ezek a karikák. Az állapot diagramok esetében ezek az állapotok, igaz, ezek a téglalapok. Itt vannak az állapotkódok, 0-0-ás állapot, 0-1-es állapot,
egynullás állapot, tehát három állapotunk volt, és ahelyett, hogy ilyen gráf formájába írnánk le, hogy melyik állapotból melyik állapotba tudunk menni, döntéseket hozunk, és pedig len, például ebből a 0-0-s állapotból mondjuk automatikusan átmenjünk a 0-1-es állapotba, igaz, egy átmenettel. Ezek a nyílak képezik az átmenetet. Ha egy állapotból, például ebből a 0-1-esből két különböző állapotba mehetünk, akkor egy ilyen rombusz alakú if, ha döntést kell hozzunk. Ha az x változó 0-os, akkor ebből a 0-1-es állapotból önmagába térik vissza az automata, és ha ez az x változó 1-es, igaz, akkor megyünk az 1-0-os állapotba. Tehát van egy olyan átmenet, ami visszatéríti ugyanabba az állapotba, amelyikbe volt, a másik pedig átviszi egy másik állapotba, és ezt egy döntéssel vizsgáljuk meg, hogy az x bemeneti változó milyen értéket tartalmaz. Ugyanúgy ebből az állapotból is van egy döntés, igaz? Itt a döntés. Ha x 0, akkor visszakerülünk a 0-1-es állapotba, ha pedig az x 1, akkor visszakerülünk a 0-0-ás állapotba. És akkor ezekbe a téglalapokba beírt értékek, a 0-1, az 1-1, illetve ez a másik 1-1, ezek a kimeneti változók értékeit jelentik. Tehát a Q0, Q1 ezek az állapotkódok, a négyzetbe beírt értékek ezek a Z kimeneti értékek, a rombusz alakú figurák, ezek a döntések, amikor megvizsgáljuk, hogy az X bemeneti változó milyen értéket visel, nullát vagy egyet, és a nyílak, ezek a nyílak az átmenetek a különböző állapotok között. Ez is egy átmenet, ez a hosszú nyíl is egy átmenet. Tehát hasonló módon lehet leírni ilyen állapotdiagrammal, de ha több állapot van, igaz, a gráfban, ha van 4-5 állapot, akkor nem igazán nő meg a gráfnak a mérete, viszont az állapotdiagramnál, hogyha több állapotunk van, akkor nagyon-nagyon megnövekedik az állapotdiagramnak a mérete, tehát elegánsabb a gráfos megjelenítést használni, kompaktabb, sűrítettebb, mint az állapot diagramos megközelítés. És egy adott pillanatban könnyebben is le lehet olvasni egy gráfról, hogy melyik állapotból, melyik állapotba lehet menni, mint erről a diagramról. Így most így három állapot esetén könnyű a diagramot is kiolvasni, de ha lenne 10 állapot, akkor lehet, hogy egy egész A4-es oldalra kellene felrajzoljam ezt az állapotdiagramot, és ott már egy kicsit komplikált lenne követni, hogy a döntések során melyik állapotból melyik állapotba kerül az áramkör. Na most a digitális elektronika kurzuson csak ilyen bináris véges állapotú szekvenciális automatákról fogunk dolgozni, mert az lesz a cél, hogy ezeket a véges állapotú szekvenciális automatákat megtervezzük azokkal az alkatrészekkel vagy eszközökkel, amiket eddig tanultunk. És pedig len, igaz, ti tanultatok különféle tárolókat, D-típusú és JK-típusú a két jellegzetes tároló, amivel szoktak véges állapotú automatákat implementálni, megépíteni. Tehát meg fogjuk tanulni, de ezt nem a mai órán, hanem a jövő héten, a véges állapotú automatáknak a tervezését D-típusú tárolókkal, illetve JK mesterszolga típusú tárolókkal, és a laborokon is ezt fogjuk csinálni, kapcsolási rajzokat, illetve VHDL modulokat fogunk írni, amelyikeknek segítségével véges állapotú szekvenciális automatákat tervezünk, először tárolókkal, utána figyelembe vesszük a számlálókat. Igaz,
tanultatok 4 bites bináris vagy BCD kódú előre hátra számláló áramköröket, 74L-es 163, 74L-es 192, 74L-es 193-as. Na, ezekkel a számlálókkal fogunk tervezgetni véges állapotú szekvenciális automatákat, illetve a valóságban létező áramköri elemeknek van Cilinx-ben megtalálható párjuk. A számlálókat countereknek hívják a Cilinx-be, és akkor a Cilinx számlálókkal is fogunk dolgozni. Tehát az előadáson megtervezzük a létező ilyen TTL családbeli integrált áramkörökkel a kapcsolási rajzokat, és a laboron pedig megvalósítjuk a Cilinx eszközökkel a megfelelő automatákat. Utána a következő lépés léptetőregiszterekkel tervezni ilyen áramköröket, igazti tanultátok a 4 bites univerzális kétirányú léptetőregisztert, 74L-es 194-est. Ennek is van egy Cilinx megfelelője, Shift Register a neve. Mind a kettővel fogunk tervezni ilyen véges állapotú szekvenciális automatákat. Utána a következő az a memóriákkal megvalósítani véges állapotú szekvenciális automatákat, tehát ilyen ROM-típusú vagy RAM-típusú memóriával fogunk tervezgetni, és a Cilinx-be a blokk RAM-ot felhasználva fogunk tervezni véges állapotú szekvenciális automatákat. És a legutolsó, én ide azt írtam, hogy FPGA-val, de valójában nem FPGA-val, hanem meg fogunk tanulni egy olyan módszert, hogy direkt VHDL modulként leprogramozzuk funkcionálisan a szekvenciális automatákat. Az első 4-5 típusú feladatnál megtervezzük papíron, és az áramkörnek a strukturális leírás módját használva, vagy a kapcsolási rajzát megrajzolva fogjuk létrehozni ezeket az automatákat. Az utolsónál lehet az lenne itt a helyesebb, hogy nem FPGA-val, hanem VHDL modulként megírni funkcionálisan az áramköröket, illetve a Cilinx-nek van egy StateCAD nevű komponense, amelyik megengedi nekünk azt, hogy megrajzoljuk az állapotgráfokat, és a megrajzolt állapotgráf alapján generál nekünk VHDL kódot. Tehát valójában elvégzi a tervezési feladatot. Meglátjátok, hogy a tervezés az egy ilyen sablonszerű feladat, tehát a VHDL modulokban leírni a véges állapotú szekvenciális automatákat egy ilyen rutin feladat, egy sablonszerű feladat, tehát nincsen benne semmi extra automatizálható. Le lehet programozni egyszerűen, és ezt a Cilinx munkatársai megcsinálták, létrehozva ezt a StateCAD eszközt. Meg lehet rajzolni egy ilyen állapotgráfot, meg lehet adni ilyen karikákat, nyilakat, bemeneti változókat, kimeneti változókat, állapotkódokat, és egy gombnyomásra VHDL modult generál nekünk a Cilinx ISC StateCAD modulja. Oké, és akkor itt megállunk, innen fogjuk folytatni egy példával, tehát ezen túl gyakorlatiasabbak lesznek az előadások, mert különböző tervezési feladatokat fogunk megoldani. Hát kitűzünk egy állapotgráfot, és azt mondjuk, hogy ezt tervezzük meg D-tárolóval, tervezzük meg JK-mesterszolgatárolókkal, tervezzük meg utána számlálókkal, tervezzük meg léptetőregiszterre, tervezzük meg memóriával, és a legvégén pedig írjuk meg VHDL modulként. Utána pedig a szemeszter utolsó 2-3 előadásán a fordított feladatot fogjuk elvégezni, a véges állapotú szekvenciális automatáknak az elemzését, vagy analízisét, amikor nem az állapotgráfból kapcsolási rajzot, hanem a kapcsolási rajzból silabizáljuk ki, elemezzük, hogy hogyan működnek a véges állapotú szekvenciális automaták, tehát megvan adva egy kapcsolási rajz, és meg kell határozni azt az állapotgráfot, ami leírja a működését az áramkörnek.
Körülbelül ennyi lenne ez a mai előadás, itt megállunk, és akkor ezt a harmadik PDF-et a hatos oldaltól arra fele fogjuk folytatni a jövő héten. Kérdések, hogyha vannak ezekkel kapcsolatosan. Nincsen senkinek kérdése? Ez azt jelenti, hogy vagy mindenki megértette, vagy senki nem értette meg. Köszönöm szépen akkor a figyelmet. Le lehet tölteni ezt a PDF-et is, és le lehet tölteni a prezentációt is az Elektronika Labor honlapjáról, és akkor találkozunk a laborokon, illetve jövő héten az előadáson. Köszönöm. Minden jót akkor. Sziasztok, viszlát. Viszontlátásra. 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 Viszontlátásra.